9 bemutatót tervez a Békéscsabai Jókai Színház a következő évadban, ebből 6 magyar szerző műve. A 2018-19-es szezon egyik kiemelkedő darabja Szente Béla történelmi játéka, a Békéscsaba újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából készült Szárnyad árnyékában című ősbemutató lesz. A teátrum még jelenleg futó évadjában is kiemelt helyet kaptak a magyar darabok. Ilyen volt például a Bűvös Patkó című zenés játék, a reformáció 500. évfordulójára elkészülő Szellemúrnő, vagy a Szabó Magda előtt tisztelgő Születésnap című előadás. Eltalálom, melyik kezemben van a szülinapi ajándékot? A teátrum igazgatója kiemelte, hogy az idei évben a Békéscsabai közgyűlésnek jelentősen csökkentenie kellett a város költségvetését. Ez hatással volt a színházra is, vagyis 55 millió forinttal csökkent a teátrum támogatása. Seregi Zoltán hangsúlyozta, hogy a minőségre továbbra is odafigyelnek, de a mennyiséget csökkentik, az idei 12-höz képest csak 9 bemutató lesz az új évadban. Tehát a gerincét a műsortervnek a pályázatom alapján magyar daraboknak kell adniuk, és hát ehhez is hűek maradtunk, úgy gondolom, a jövő évadban, hiszen 6 magyar darabot tűzünk műsorra, és ebből 3 ős bemutató. A következő évadban lesz látható az Igazmondó Juhász és az Aranyszőrű Bárány új feldolgozása, a Rákosi Viktor regényéből készült Elnémult Harangok című darab, és Móricz Zsigmond Nem élhetek muzsika szó nélkül című műve is. A teátrum igazgatója elárulta, hogy Békéscsaba újratelepítésének 300. évfordulója előtt is tisztelegnek. Szente Béla történelmi játékát a tervek szerint fia, Szente Vajk állítja majd színpadra. Május 24-től van lehetőség az új bérletek vásárlására, tehát pontosan egy hónap áll rendelkezésre a bérlet megújításra április 24-től május 23-ig, és fontosnak tartom elmondani, hogy nagyon szívet melengető látvány az új bérletek vásárlásának az időszakában, hogy kígyózó sorok állnak a jegyiroda előtt, és szeretnének minél jobb helyet megkaparintani maguknak. A régi bérletek megújítására, valamint újak vásárlására online formában is lehetőség nyílik a színház honlapján, de a közönség a Jókai Színház okostelefonokra készített applikációján keresztül is megválthatja helyét a nézőtéren.